közül, ami valaha a YouTube-on elkészült. Ez a videó nem lesz megvágva egyáltalán, és éppen ezért szeretnék minél kevesebb bakit, vagy bármi ilyesmit csinálni ebben a videóban, szóval ha bármi ilyesmi történik, akkor no offense please. Viszont egy olyan problémával járulok ide az internet népéhez, ami egy nagyon furcsa és megmagyarázhatatlan dolog itt a csatornámon. Folyamatosan vesztek feliratkozókat, és a YouTube egyáltalán nem képes semmit csinálni. Nekem az a gyanúm, hogy van valami probléma az én saját feliratkozó számommal, vagy counterömmel, értitek? Tehát azzal a számmal, amit egyébként elment. Viszont ahányszor ráírtam már a Google supportra, annyiszor kaptam azt a választ, hogy vagy bot, vagy az automatikus ilyen, hát amikor az ember nagyon sokáig nem néz rá egy csatornára, vagy mondjuk az akkunt egyáltalán nem él, akkor azt levonja. Ez teljesen megvan így a fejemben, és így fel is fogom. Viszont az én feliratkozóim, akik feliratkoztak rám annó, vagy mostanság, azok érdekes módon, tehát ezt is a YouTube így kijelenti, hogy próbálj olyan kontentet csinálni, amivel az emberek majd többen feliratkoznak rád. Nos, hogyha megnézzük az én személyes streamjeimet, videóimat, akkor általában 90%-ban az emberek szeretik, amit csinálok. Éppen ezért nem értem a logikát. Viszont ez a videó nem erről szól, hanem arról szól, hogy a Google-nek szeretnék ezzel egy példát, vagy valamit mutatni, hogy valójában ez hogy is működik. És éppen ezért nem szeretném, hogyha valaki betrollkodná ezt az egész videót. Ha meg igen, akkor meg ugyanúgy csak engem igazol, mert legalább akkor van aktivitás, és akkor lehet látni, hogy akkor most mi van. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy szeretnék minden egyes embert megkérni, akihez eljut ez a videó, hogy lájkolja be a videómat, ha szereti, amit csinálok, vagy amit csináltam régebben, vagy ha feliratkozott rám. Ezen kívül hagyjon egy kommentet is, és ez lenne a legfontosabb, hogy hagyjon egy kommentet is, és írja le benne, hogy mi az, amiért nem szereti a csatornámat, és mi az, amiért szereti a csatornámat, vagy hogy mi az, amiért nézi a csatornámat, és mi az, amiért már nem nézi a csatornámat. Én is vagyok úgy, hogy néha feliratkozok egy csatornára azért, mert megtetszik valami, és aztán meg úgy hagyom, és mondjuk egy hónappal később nézek rá. Ez teljesen természetes, és szerintem így működik a legtöbb embernél ez. Mert van, amikor olyan kontentet csinál az illető, ami nekem nem tetszik. Szóval, a lényeg az, hogy mindenkit meg szeretnék kérni erre a dologra, aki látja ezt a videót, hogy segítsen ebben, mert borzalmasan rossz érzés az, hogy sem a Google, sem a YouTube, tehát nem is értem ezt egyébként, hogy miért külön dolog, mert amúgy állítólag a YouTube-nak is lehet külön feedbacket küldeni, de az is meg külön, ugyanúgy a YouTube, a Google egyben van, vagy mi van, tehát na mindegy, logikátlan ez az egész, és hát a lényeg annyi, hogy próbálok rájönni ezekre a problémákra, de nem sikerül, és kezdem feladni, hogy ezzel lehet bármit is kezdeni. Gondoltam arra, hogy minden egyes nap fogok ráírni a Google supportra, de az a baj, hogy ezzel csak az ő idejüket vesztegetem, meg a sajátomat, mert megoldódni nem fog ez. Nem tudom, ha esetleg az a probléma, hogy valaki szórakozik, bugzódik a YouTube counter, vagy a feliratkozó szám, akkor, és hogy ezt valaki csinálja, akkor ezt megkérném, hogy mutassa be magát is, hogy röhögjünk egyet, hogy most ez tetszett, mert amúgy poénos, de akkor lássuk az igazi számokat. Viszont szeretném, hogyha ezt valaki tényleg csinálja, akkor mutassa be, vagy fejezze be, ha esetleg rossz indulatból csinálta. A másik lehetőség még az, és mostanság nagyon furcsa, de rengeteg ilyen üzenetet kapok kommentekben, hogy ilyen, tehát magyar a videó, magyar a stream, tehát magyar az egész. És mégis vagy ilyen külföldi, ilyen halandzsa nyelven, tehát az a baj, nem tudom, hogy most ez milyen nyelv, tényleg full nem tudom, de valamikor angol nyelven, valamikor oroszul, És így, what? Tehát így semmi köze semmihez, és oda kerül egy komment. Egy szóval valahogy ez belekörült valamilyen rendszerbe, amit szeretném, hogyha megoldana a Google, és szeretném, hogyha a YouTube megoldaná, ha az ő problémája, tehát hogyha az ő sara. Mert én nem tudok vele mit kezdeni. Ezen kívül titeket szeretnélek megkérni, csak arra, hogy annyiba segítsetek nekem. Tök mindegy, hogy mennyire, hogy hogyan álltok hozzá az én csatornámhoz. Tök mindegy, hogy szeretitek-e azt, amit én csinálok. Hagyjatok egy kommentet, egy lájkot vagy egy diszlájkot. Ez a legfontosabb. És találkozunk a legközelebbi videóban, hogyha esetleg szeretitek a tartalmamat. Sziasztok!